Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Most a hold eléri a hold csomót. A lefele mozgó kármikus csomót kétó. Ez utal az érzelmekre és a múltra. Mindarra, amit átéltünk a korábbi életünkben. Ezen a felvételen kitérek az egyes jegyekre. Nem csak az asztrológia területére, hanem megtekintjük azt is, hogy mit üzennek a kártyák. Én az indiai asztrológiával foglalkozom, és az indiai asztrológusok másképp számítják ki a horoszkópot. Tehát, ha te egy bizonyos jegyben születtél, előfordulhat az, hogy az előtte lévő jegyhez tartozol az indiai számítás szerint. Úgy körülbelül 23 fokot kell visszaszámítani. De a videó felvétel alatt lesz egy tabella, ahol megnézheted, hogy melyik jegyhez tartozol. Ezen a felvételen mi csupán a nap állását figyeljük, az aszcendentust vagy a holdat, azt nem veszem figyelembe, mert akkor így összekeveredünk, tehát a jóslás csak arra a jegyre számítható, ahol a te napod van. Én indítanék a tűz elemével, a kos jegye. Az indiai számítás szerint itt a kos jegyében mozog Uránusz bolygó. Uránusz bolygó hatása alatt mindig változások vannak. Nem csak a mai napra hat ki, hanem Uránusz bolygó még sokáig itt marad a kos jegyében. És megnézzük azt, hogy mit üzennek a kártyák. Ó, itt látható ez a szív. Tehát szerelemről van szó, szerencse a szerelmi élet területén. Ez nem csak a szerelemre hat ki, hanem mind arra, amit mi kedvelünk. Hiszen én is a kos jegyében születtem. Tehát ez lehet a hivatás, vagy a család, vagy a hobbi, de a párkapcsolat is. A következő jegy, ami szintén a tűz eleméhez tartozik, az oroszlán jegye. Az oroszlán jegyénél megjelenik a koporsó, ez azt jelentheti, hogy az oroszlán jegyében születettek, most lezárnak valamit, és ha így van, akkor utal egy új kezdetre. Ez a koporsó jelenthet régi dolgokat is, tehát a múltat, vagy egy régi kapcsolat visszatér, vagy egy idősebb személy. A nyilas jegye. A nyilas jegyénél megjelenik ez a kislány, utalhat gyermekekre, gyermekkori emlékekre, de jelent egy új kezdetet is, vagy az ártatlanságot. Megtekintjük a kártyákat, ami a tűz elemére utal. A tűz eleme jelenti a bátorságot, a lelkesedést, azon kívül a testi kapcsolatot is. Itt látható a szerelem, de mielőtt itt lesz egy új kezdet, itt le kell még valamit zárni. Az is lehet, hogy egy régi kapcsolat visszatér, és így lesz egy új kezdet. Itt szeretetről és szerelemről van szó. Most megtekintjük a föld elemét. Én indítanék a vak jegyével. Az indiai számítás szerint itt mozog most Mars és Vénusz bolygó. Mindkettő a szerelem bolygója. Mars utal a férfias energiára, Vénusz bolygó utal a nőies energiára. Itt a bak jegyében van az indiai számítás szerint
Plutó bolygó és Szaturnusz bolygó. Szaturnusz bolygó hatása alatt mindig sorsdöntő változások vannak, és Plutó bolygó a hatalom bolygója, azt jelenti, uralkodj most egy élet terület felett, ott, ahol a horoszkópban a bak jegye van. Plutó bolygó utal szexuális témákra is, hiszen uralkodik e felett a téma felett. Mi várható a bak jegyében születetteknél? Ó, itt van ez a ravasz róka, légy óvatos. Itt van hamisság a háttérben, valaki becsap téged, vagy hazudik neked. De jelenthet jót is, hiszen ha például döntésekről van szó, akkor segít ez a ravasz róka, hogy gondold át a dolgokat, és hoz jó döntéseket. Tehát ne rossz úton haladj, hanem javíts valamit a helyzeten, vagy javíts valamit a gondolataidon, az érzelmeiden. Tehát ne a negatív gondolatok, ne a negatív érzelmek uralkodjanak feletted, hanem a pozitív gondolatok, a pozitív érzelmek. És a következő jegy, ami szintén az a Föld eleméhez tartozik, az a Bika jegye. A Bika jegyében mozog, az indiai számítás szerint Rahu, a felfele mozgó kármikus csomó, és utal egy új irányra, egy új életterületre, ahol talán még nem ismered ki magadat, de ez felszabadít téged, tehát lesznek itt változások, újdonságok. Mi történik a Bika jegyénél? Itt ez a kasza azt jelenti, hogy valami olyan hirtelen jön az életedben, amire nem számítottál. Vagy azt is jelentheti, hogy elvágsz valamit, mégpedig a negatív gondolatokat, a negatív érzelmeket, vagy hamis személyektől búcsúzol el. És most megtekintjük a szűz jegyét. A szűz jegyében most nincs mozgás, viszont utal a rendre, a gyógyító erőre. A szűz jegyénél megjelenik ez a torony. Az lehet, hogy fogva érzed magadat, mint egy labirintusban, mert vannak félelmek, bizonytalanságok, és keresel egy lehetőséget, egy kiutat, amit ez a torony még jelenthet, egy nagy város például, vagy hivatalos dolgok, bírósági ügyek. Most megtekintjük összességében, mi várható a Föld eleménél. Itt valami fogva tart téged, ezek lehetnek félelmek. Itt van a háttérben a hamisság. Az lehet hamis gondolat, vagy hamis érzelmek, tehát negatív gondolatok, vagy negatív érzelmek, de jelenthet egy személyt is a környezetedben, aki hazudik neked, megpróbál becsapni téged, de szerencsére itt megjelenik a kasza elvágja ezeket a hamis kapcsolatokat, a kasza elvágja itt a korlátozásokat, vagy ha bírósági ügyről, hivatalos dologról van szó, légy óvatos, hiszen megjelenik a hamisság, de a kasza ez eltávolítja ezeket a helyzeteket. És most áttérek a levegő elemére, a mérleg jegye. A mérleg jegyében most nincs mozgás, de megnézzük azt, hogy mit üzen a kártya. Itt a kulcs azt jelenti, légy magabiztos, vedd kezedbe a dolgokat. Ezzel a kulccsal kinyílik számodra itt egy ajtó, ezek a lehetőségek. Te lezárhatsz itt valamit ezzel a kulccsal, bizonyos kapcsolatokat. És most megnézzük a vízöntő jegyét, ami szintén a levegő eleméhez tartozik. Itt most van mozgás, mégpedig a vízöntő jegyében van Merkur bolygó, az utal a cselekvésekre, kapcsolatokra, beszélgetésekre, szerződésekre. Itt mozog Jupiter bolygó, ami szerencsét hoz, de jelenthet
bizonyos dolgokat, ahol igazságról, igazságtalanságokról lehet szó, ez lehet egy bírósági ügy is. Itt mozog Neptun bolygó, az jelenti az intuíciódat, az inspirációt, az álmaidat. Ha hiszel ebben, akkor ez az álom megvalósul. Ha nem hiszel benne, akkor csalódásokhoz vezethet. Mit mutat a kártya? A vízöntő jegye. Itt megjelennek az utak, ami azt jelenti, hogy itt a sors utatok kereszteződik, tehát lesz találkozás. Azt is jelentheti, hogy elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább. Ebbe az irányba, vagy ebbe az irányba, vagy erre, vagy visszafele, hátra, tehát itt döntésekről is szó van. És most megnézzük az ikrek jegyét, ahol most nincs mozgás, tehát nincsenek bolygók az ikrek jegyében, de mit üzen a kártya? Itt a gyermekekről van szó, vagy egy új kezdetről. Lehet, hogy ez a kislány utal az ártatlanságra, vagy a gyermekkori emlékekre. Most megnézzük a kártya kombinációt, ami utal a levegő elemére. Itt lesznek változások, döntések, itt megvan a lehetőség, kinyílik egy új kapu, egy új ajánlat számodra, és a kislány lehet egy új kezdet, vagy jelentheti a gyermekeket, vagy egy gyermek születését. És most áttérek a víz elemére. A rák jegyében most nincs bolygó, de megnézzük, mit üzen a kártya. Itt újra megjelenik a kasza, az azt jelenti, a rák jegyében születettek elvágnak valamit. Ezek lehetnek negatív gondolatok, vagy érzelmek, hamis kapcsolatok, vagy egy bizonyos helyzet, tehát utal változásokra. Amit ez a kép még jelenthet, hogy valamilyen hirtelen jön, amikor nem számítottál erre. A szkorpión jegye. Itt mozog a lefele mozgó kármikus csomó kétú, ami utal az érzelmekre és utal a múltra. Mindarra, amit átéltünk a korábbi életünkben. Itt mozog a hold, és hold eléri most ezt a kármikus csomót. Kihat az érzelmeinkre, különösen a szkorpión jegyében születetteknél. Mit üzen a kártya? Itt lesz mozgás, előre mennek az események, ez utalhat változásokra, utazásokra, vagy hogy valaki meglátogat téged. Ez a kártya mindazt jelenti, ami mozog. Ez lehet sport, vagy autó. Egy új autó vétele például. És most megnézzük a halak jegyét. Az indiai számítás szerint a nap most a halak jegyében van. Láthatóvá tesz valami. Itt érzelmekről van szó, hiszen a halak jegye szintén a víz eleméhez tartozik, és a víz eleménél mindig érzelmekről van szó, és a nap jelenti azt, figyeljünk oda erre, a saját érzelmeinkre, vagy mások érzelmeire. A nap utal a havi témára is. Mit mutat a kártya? Itt megjelenik a torony. Ez lehet egy személy, egy nő, vagy egy férfi, magas, sovány, vagy egy nagyváros. Azt is jelentheti, hogy itt kiépül valami. Azon kívül utalhat hivatalos dolgokra, vagy egy bírósági ügyre, vagy egy kórházra, vagy iskolára, tehát ilyen épületekre. Most megnézzük azt, hogy mi történik a víz elemében születetteknél. Ez a torony jelenthet korlátozásokat is. A kasza elvágja ezt, javul a helyzet, előre mennek az események.
Itt lehet bírósági ügy, vagy egy hivatalos dolog, ez befejeződik, hiszen a kasza ezt eltávolítja, és a harmadik kártya jelenti a változásokat. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!